Cifra együttes Széki tempóját láthattuk, 0-9-es a kód, és még milyen tempó, hát elégett a hegedű. Ezt nevezem én két lábon járó baroknak, de mit szól ehhez Zsurávszky Zoltán? Hát, meg ne bicskázzatok. Gratulálok a fiúknak, szerintem magas szintű táncot láthattunk, nem baj, hogy a pává látunk ilyen összegyakorolt, kicsit túl koreografált dolgot, hogy csere jobbról, csere balról, de azért nagyon örültem neki, hogy láttalak titeket táncolni. Tényleg a kántor táncából a legmagasabb szintet hoztátok székről. Itt most még egy divat bemutató is van a férfi viseletekben, ugye lájbi, zöld, zöld mellény, itt vannak a mellények, ott egy ilyen vőlegényi csukorrózsa. De szerintem a székiek is büszkék lesznek rátok, mert magas szinten táncoltak az ő táncaikat. Ettől függetlenül nagyon köszönöm, hogy Kristó vállaltad a megmérettetést. Tehát ugye látok most itt két hivatás együttesből lévő táncost, ezt nem az én dolgom eldönteni, hogy jöhettek vagy nem jöhettek, tehát ezzel én nem nagyon szeretnék foglalkozni. Nagyon örülök a táncotoknak, nagyon komoly munka volt benne, pontosan így kell fölkészülni, így kell ezt előadni, és ilyen ragyogó táncosokat szeretnék látni a televízióban is, és a magyar táncszínpadokon is. Köszönöm szépen! Diószegi László. Én azon gondolkoztam, nézve a produkciótokat, hogy vajon mi az, amit mi itt a pávában is, meg általában a néptánc színpadon, népzenei koncerttermekbe látni és hallani akarunk. A virtuózitást, azt is nyilván, mert a népművészetnek része ugye nem kitaláltátok, hanem Tamás Márkon kántor táncát idéztétek. Az évszázados hagyományainkat, azt is nagyon szeretnénk látni, amennyire erre a villogó színpadra azt föl lehet hozni hitelesen. De aztán arra jöttem rá, hogy én leginkább az örömöt szeretném látni a színpadon, azt az átszellemült örömöt, amit például Kurdi Gábor budálásán én láttam. Tehát egyszerűen annyira jó volt érezni és látni azt, hogy ő élvezi azt, amit csinál, ő szereti, amit csinál. Na most a ti táncotok esetében én ezt hiányoltam, hogy ti azt nem kétséges, hogy szeretitek, nem kétséges, hogy tudjátok, de kicsit az erőfeszítés, a technikai megvalósításnak a minden áron való akarása az, ami átsütött, és ezért én arra biztatnálak titeket, hogy lassabban a testtel, lassabban a tempókkal, többet fogtok talán ezzel elérni. Köszönöm. Én se kérdezek semmit, mert lihegtek négy kulturális őrző védőkölyök kutya.